A gödöllői 3-1-es vereséget követően a TFS együttesét fogadták Balatonfüreden a Szent Benedek Akadémia női röplabdázói. A fekete mezben játszó U20-as korosztályú hazaiak az első percekben nem találták a ritmust. Több volt a rontott nyitásfogadás, és a lányok a hálónál sem jeleskedtek. A TFS-e 3-4 ponttal ellépett, jött is az első hazai időkérés. Az első szett közepén sikerült egy pontra felzárkózni a Szent Benedeknek, de a vendégek belerősítettek, és 15-20 után már csak a szépítésre maradt erő hazaiakban. A második szettre végre megérkezett a füredi csapat. Oroszos Dimitrics egyre jobban játékba lendült, és ennek meg is lett az eredménye. Ritkán látott küzdelem folyt a pályán, minden pontért megharcoltak a csapatok. 21-21-nél indult a végjáték, de 24-21-et követően a budapestiek 4 játszmalabdát hárítottak. Izgalmas labdameneteket láthattak a nézők, hol az egyik, hol a másik csapatnál volt az előny. Szerencsére a füredieknél Szakály is felzárkozott a legjobbak mellé, és a Szent Benedek 30-28-al zárta ezt a szettet. A folytatásban a két csapat, mintha lemásolta volna a második szettet, végig fej-fej mellett haladtak, de a végjátékban Lovász, Egri és Dimitrics 2-1-es előnyhöz juttatta a hazaiakat. Következett az időkéréssel tarkított negyedik szett, ahol is többnyire a fürediek vezettek. 21-19-nél felcsillant a remény, hogy nem lesz döntőjátszma, de a vendégek nem adták fel, és 25-23-mal kiegyenlítettek 2-2. A mindent eldöntő rövidítés első felében Orosz, Lovász és Dimitrics jeleskedett, de a vendégek egy 3-0-ás sorozattal átvették a vezetést. Fordulást követően jött egy-két remek hazai blokk, Egri és Dimitrics pontos és főleg fontos pontokat szerzett, majd 14-13-at követően Orosz végleg eldöntötte a 3 pont sorsát. Ez eleje kicsit rizikós volt, a második szettre végre megérkeztünk. Végre összejöttünk, összeszoktunk az 5. szettre, kicsit összeállt a csapat. Nem csodálom, hogy az utolsó labda a tiéd volt. Hát igen, szerencsére ezt is behoztuk. Nagyon küzdöttünk, mindenki oda tette magát, mindenki a legjobb formáját hozta. Folytatásban mit vártok magatoktól? Hát csak is a nyerést. Nagyon örülünk, hogy 3 pontot szereztünk, és a következő mérkőzésen is ezt várjuk. Helyenként fegyelmezetlen játékot produkáltunk, viszont akkora szívünk volt, szerintem, hogy ma belefért az egész világ. Néha semmiből hoztuk vissza a játékot. Igen, nagyon kellett ehhez a extraligában pallérozódó lányok munkája is, és ezt nagyon köszönöm, hogy ezt a lehetőséget megkaptuk, de úgy gondolom, hogy a kis fiataljaink remekül egészítették őket, de nem mintha ők idősek lennének, mert ők is még U20-asok, tehát ez a csapat igazából az M1-es csapat, az U20-as csapatunk is, de nagyon-nagyon jól egészítettük ki egymást, sok játékos lehetőséget kapott, ennek is örültem, mert sorsdöntő helyzetekben fontos, hogy ki hogy tud, hogy képes beszállni a játékba. Nem mindig úgy sikerült, ahogy én szerettem volna. De hát volt olyan játékosunk, a centerünk például 17 éves, az egyik, fiatal. A másik cserém, aki bejött, szintén 17 éves. Tehát igazából ők nem is nagyon volt, ahol ilyen jellegű tapasztalatot szerezhettek volna még. Hát ez a feladat vár ránk most.